Valóban biotechnológus vagyok, és mióta az eszemet tudom, élőrendszerekkel foglalkoztam. És az utóbbi 20 évben mesterséges mérnöki ökoszisztémákat építettem, botanikus kert kinézetű, szuperintenzív szennyvíztisztítókat, amiket élőgépeknek neveztem el, és amikből ma már több mint 100 működik a világ legkülönbözőbb pontján. És mire ideig eljutottam, jártam a világot, városokat, tanulmányoztam, és megtanultam valamit. És azóta inkább belgyógyász vagyok, városbelgyógyász. Figyelem azt, hogy a városoknak az anyagcsere folyamatai, anyagcsere problémái hogy működnek. Nézem azt, hogy a városok mitől működnek, és mitől nem, és keresek gyógyítási megoldásokat. És azt hiszem, talán nekem van a világon a legtöbb betegem. Mert ugye a városok nagyon nagy bajban vannak. De ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a gond, ahhoz értenünk kell egy kicsit azt, hogy a város, mint ökoszisztéma, alapvetően hogyan is működik. Több mint 5000 éve, mióta a város a Földön létezik, azóta a városlakók ugyanúgy működnek. Kiszervezték maguknak az élelmiszer, a vízellátást, az energiaellátást az egyik oldalon, kiszervezték maguknak a hulladékkezelést a másik oldalon, és maximális agy koncentrációval arra fókuszáltak, hogy minél tovább éljenek, és minél jobban éljenek. És ez abszolút érthető is. És amikor a város körül ott volt a végtelen nagy tér, a vidék lehetőségei, ez nagyon jól is működött. De valami az elmúlt időben, a közelmúltban, valami elromlott, valami megváltozott, valami beindult. És ma egy szinte elképzelhetetlen, felfoghatatlan városrobbanás kellős közepén vagyunk. 1990 óta, kevesebb, mint 30 év alatt, több ember költözött a világon új városokba, mint a történelem során eddig összesen. Csak Kínában ez 500 millió új városlakót jelentett ebben az időszakban. 100 és 100 kilométer hosszú, összefüggő városok jöttek létre a világban. Olyan földrésznyi városhálózatok, összefüggő, egymáshoz kapcsolódó városhálózatok. És ezzel eljutottunk egy olyan pontra, hogy kritikus szintre csökkent az a tér, ahova új alapfunkciók már kiszervezhetők, és katasztrofálisan lecsökkent az az alapellátásnak és a környezetnek a biztonsága. Még az előző délután hozzátenném, hogy egy példát hadd mondjak el erre a kiszolgáltatottságra. Európa fehérje szükségletének több mint 80%-át Észak- illetve Dél-Amerikából hozza be, onnan jön. És mi van akkor, hogyha nem jön? Ez egy olyan kiszolgáltatottság, amin biztos, hogy változtatni kell. Azt gondolom, hogy egy új faj vagyunk, a városlakó ember. De valahogy nagyon túlnyertük magunkat. Ma a világ, a Föld teljes erőforráskészletének több mint a 80%-át a városlakó populáció használja el. És hogy hogyan megy ez tovább, azt nem tudjuk pontosan, de egy dolog egészen biztos, hogy nem a Föld fog kipusztulni. Az, hogy hogyan indult be, mi indította el ezt a példátlan növekedést, és mi az, ami ezt fenntartja, nem igazán tudjuk. Vannak elképzelések, vannak találgatások. Egy dolog azért a természetben biztos, hogy ilyen sebességű növekedés, sejtnövekedést, az valamilyen irányítási, illetve anyagcsere zavar okozhatja. Nagyon sokan gondolják azt, és mondják azt, hogy ez igazából egy rákos sejtbundrázás. Nekem nagyon más a véleményem, és azt gondolom, hogy van a gyógyításra lehetőség. Mert az elmúlt 30 évben teljesen összhangban, párhuzamosan a város robbanással jött létre, és azzal egymást erősítve és katalizálva jött létre a világ agy- és ideghálózata,
ami összekapcsolt több mint 6 milliárd embert, több 10 milliárdnyi eszközt és 1000 milliárdnyi internetes címet. Létrejött egy olyan rendkívül decentralizált hálózat, egy olyan rendszer, ami nagyon-nagyon nehezen kontrollálható, amelyik azóta is folyamatosan ad jeleket a városnak a növekedésre, és folyamatosan segíti a város növekedését. Ez a szuperintelligens hálózat mellett viszont egy valami nagyon-nagyon hiányzik ma a világon. Bármilyen furcsán is hangzik, de most, hogy van idegrendszerünk, még inkább nyilvánvaló, hogy a városoknak egyszerűen nincsen vérkeringése. A természetben ahhoz, hogy a víz és tápanyag recirkuláció egy szervezetnek a leghatékonyabb eszköze ahhoz, hogy tudja kontrollálni a sejtek anyagcseréjét, és ezen keresztül a sejtek növekedését. A városoknak a mai tisztán átfolyó infrastruktúrája viszont ezt a finom szabályozást egyáltalán nem tudja biztosítani. Most, hogy igazából lecseréltük a régi, hagyományos, nem nagyon hatékony telefonközpontokat egy neurális hálóra, a következő lépés az, hogy egy hasonlóan decentralizált cellás felépítésű, intelligens víz- és anyagforgalmi rendszerrel váltsuk ki az elavult, előregedett, egyre kevésbé működőképes közmű rendszereinket. De a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges? Szerencsére az élet és az élő rendszerek sok segítséget adnak. Nem olyan régóta ismert az, és az a felismerés, hogy a városok meglepően azonos méretű, nagyjából 10 000 lakósú egységekből, városi sejtekből épülnek fel, és ezeknek a sejteknek, ezeknek a celláknak egy fraktálszerű növekedéséből épül fel igazából bármilyen méretű, bármilyen léptékű város. Egészen a 100 000 fős Kecskeméttől a 38 milliós Tókióig. Ahhoz, hogy ezeket a városi cellákat hatékony hálózatba lehessen azonban szervezni, egy nagyon jó hálózati elemre van szükségünk, hálózati csomópontra. Amit itt látunk, az egy hagyományos városi szennyvíztisztító telep Japánban, de a világ bármelyik részén készülhetett volna ez a kép, ahol vannak szennyvíztisztítók. Ez 150 ezer embert szolgál ki ez a telep, és ez nagyjából 15 városi cella. És ugyanezt a kapacitást egy 21. századi ökológiai és biológiai elveken működő úgynevezett élőgyár töredéknyi területen sokkal alacsonyabb beruházási költséggel, sokkal alacsonyabb üzemeltetési költséggel, számos korábban nem is ismert létező funkcióval tudja kiszolgálni. Arról nem beszélve, hogy az a terület, és a Japán, és nem csak Japán, hanem Holland, az amerikai, kínai telekárok mellett, az a terület, ami így felszabadítható, az a kiváltó beruházásnak nagyon sokszorosa is lehet. És az, ami kiválthat egy ilyen régi rendszert, az építészetileg megjelenésében a legigényesebb városi környezetbe is beilleszthető. Mi is az élőgyárak? Igazából az egy olyan szennyvíztisztító rendszer, amelyik azon túl, hogy a szennyvízből visszaforgatható patakvízminőségű vizet tud előállítani, a szennyvíz és a különböző szerves hulladékokból még értékesítető, értékes anyagokat, termékeket is tud gyártani. Ezek azok az elemek, amiből igazából ideális, megosztott, decentralizált hálózat építhető. Mert a víz visszaforgatás az a nélkül
nincs egészséges vérkeringés. És a víz visszaforgatást az a városi sejtek szintjén kell, hogy elkezdődjön. De az még, hogy van egy jól működő vízforgalmi rendszer, az még nem egész. Nagyon fontos az, hogy ezt kiegészítse, ehhez összekapcsolódjon egy energia és anyagforgalmi, egymással összehangolt, sejtszinteken is összehangolt rendszer. Mert az egyes alrendszerekben lehetünk körforgásosak egy kicsit, de az igazán komoly megtakarítás és az igazán komoly rugalmasságot a rendszerek összekapcsolása és a maximális átjárhatóság biztosítatja. Egy ilyen feladatra alkalmas élőgyár egy kicsit részletesebben. Egyrészt van benne egy víztisztító egység, amelyik praktikusan minden mindenféle használt víz tisztítására alkalmas. Van egy úgynevezett biofinomító, amelyik a szerves anyagokat bontja szét fehérje, szénhidrát és lipid frakciókra. Van egy nagyon fontos dokkolóegység, amelyekhez olyan alkalmazások, olyan apok kapcsolhatók, amelyek alkalmasak az ide beérkező anyagok félkész termékekből értékes termékeket, anyagokat gyártani. És végül a rendszernek a része egy olyan intelligens irányítási rendszer, amelyik egyrészt az élőgyáron belüli elemeket, másrészt pedig az élőgyárak, az egymáshoz kapcsolt élőgyárakat tudja irányítani és összehangolni. Igazából ez a mesterséges ökoszisztémák szimulálására, méretezésére és irányítására alkalmas algoritmus volt az, amit az Európai Ürügynökség, amire igazából felfigyelt először, és mert hogy ma picit messzinek tűnik, de Mars telepeket egy ilyen rendszer nélkül nem lehet ma már tervezni. De így visszatérve egy kicsit a Földre, csak egy pillanatkép, egy jelenleg épülő, Kínában épülő élőgyárunkról, élőgépeket, hagyományos, mondanám, szennyvíztisztítókat a mai szememmel nézve, elég sokat építettem Kínában. Ez lesz most az első olyan intelligens okostelefon, városi okostelefonrendszer, ami ebben az évben még elindul működése. És még egy példát talán egy olyan hamarosan kivitelezésre, megépülésre kerülő és egy fejlesztőközponttal összeépített élőgyár Isztambulban, amelyik tulajdonképpen a 18 milliós Isztambul megújuló vízrendszerének az egyik mintaprojektje lehet. Eddig főleg technológiáról beszéltem, de amikor a közmű szóban benne van a köz is, és nagyon nem mindegy, hogy különösen egy ilyen paradigmaváltásnál és infrastruktúraváltásnál a jó technológia mellett a közönség és a közösségnek mi a reakciója. És ehhez talán egy gondolat. Samantha Cristoforetti, aki Európa egyik legkiválóbb űrhajósa, mert az Európai Ürügynökségen keresztül ismerkedtem meg, és nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy milyen is egy kicsi helyen megvalósított teljes körforgásosság. Egy űrkabinban azért ez egy elég extrém körülményeket jelentett. És vele való beszélgetésből, és ebből értettem meg igazán, hogy körforgásos gazdaság, körforgásosság, az azt jelenti, hogy az anyag akár néhány perc múlva visszajön. És újra, és újra. És nagyon nem mindegy, hogy azt elfogadod kényszerből, vagy az úgy van tervezve, hogy ismered, érted, akarod, és szereted. Mert ilyen is lehet egy körforgásosság. Ez a technológia, amiről most beszéltem, ez itt Budapesten született, innen indult, innen járta be a világot, és járja be a világot. De ma Budapesten egy ilyen rendszer közel 500 ezer ember szennyvizét varázsul újjá, itt születik újjá a szennyvizünk. És igazából azt gondolom, hogy rajtunk az itt levőkön és a közmű szektorban dolgozókon múlik igazából az, hogy néhány év múlva azt mondhassuk, hogy Budapest adta a világnak a
városi körforgásosságnak a operációs rendszerét. Köszönöm szépen!